Jó estét kívánok! Itt is, ott is mindenkinek. Mai vendégünk itt a Magvető Caféban Vámos Miklós. Szervusz, Miklós! Szervusz, jó estét! És Miklósnak az új könyve, a témánk az igen. És én, nekem ez egy rendkívül nehéz feladat volt, ezt el kell, hogy mondjam, hogy mutatom be Miklósnak ezt a könyvét, ami nem regény, nem hangjáték, ezeket mind írta, tehát ilyen, ezekben a műfajokban Miklós mind dolgozott, nem filmforgatókönyv, nem Beatles dalok, tehát nem dalok fordításai, szóval, hanem ezek gondolatok. És én magyarul nincs eleje, nincs közepe, nincs vége abban az értelemben, ahogy egy felnőtt, koherensen gondolkodó és érző ember világának a tükröződését kapom ebben a könyvben, hogy ilyen nagyon-nagyon bonyolultan és okoskán próbáljam kifejezni magamat. Szóval, hogy tudom én ezt bemutatni, miközben szerintem látszik, elég sok kérdésem lenne. Szóval oda betettem egy ilyen, hát nem túl szép papír, de betettem. Na. És mivel nagyon sokszor, nagyon-nagyon sokszor fölmerül a szerencse, pontosabban a szerencsén belül is a vak szerencse szó itt, hogy én arra gondoltam, hogy akkor legyen ennek a szervező elve, ha lehet ilyet mondani, a vakszerencse. Ami furcsa, ugye, mert egy vakszerencse, hogy lehetne szervező elv. És azért én készültem, és megnéztem a múlt heti lottószámokat. 5-ös lottó, 6-os lottó, mindenféléket. Néztem, hogy milyen nyerőszámok vannak benne, és akkor a kérdéseimnek adtam ezeket a számokat. Tehát itt vannak, meg semmit csináltam. Mindegyik borítékban van-e magyarul egy szám? Mert úgy is tudom, hogy nem fog sor kerülni mindegyik kérdésre. Na, kerüljön arra sor, amelyiket a vakszerencse mond. Lehetne a válasz a könyv címe? Jó, akkor tessék, akkor ez a tiéd. Lehet, hogy picit lassú lesz. Mint, ugye? Most vannak ilyen fehérek, az mindegy? Semmi, minden, ami volt. Szóval csak mutatom, hogy több színű borítékkal állt elő. Stál művésznő, de én a fehéret jobban kedvelem, mint a feketét. Tessék, és akkor olvassam föl a számot. Hát csak a számot, és akkor én be ez. Mai nyerőszám, vakszerencse. Mai első nyerőszámunk 66-os. 66-os, és akkor én fogom, megkeresem a 66-os, mert tudom, hogy nem lesz rá idő. Azt mondja, hogy közben ezt megteszem. Ez jó ötletnek bizonyult. Az ilyen gyorsnak, nem? Igen, na jó. Azt mondja, a 66-os. Azt írod, hogy... Hú, jó bele. Tagadásra nem épülhet Szilárd vár, főleg nem ércnél maradandóbb, ugye? És azt mondod, hogy az élet, az igen és a nem, ez a három, ez milyen fontos szó. Jó, akkor melyik a három legkevésbé fontos szó, ami szinte fölösleges is az ember szótárában, nem feltétlen három, akár egy, akár öt? Olyan szó nincs, ami fölösleges az ember szótárában, és én igazából azt próbáltam kifejezni, hogy van egy ilyen régi mondás, hogy minden minősítés vagy címkézés az az ördög műve. Ezt néhányan kiterjesztik, és azt mondják, hogy a hasonlat az ördög műve. Tehát mikor azt mondjuk, hogy valami olyan, mint valami. De az igazság nem az, hanem az, hogyha fogunk egy dolgot, és elé teszünk egy mínuszjelet, akkor azzal valahogy végletesen valamit elrontottunk, de akkor is, ha elé teszünk egy pluszjelet. Mondjuk, mondok egy példát. Vajon neked mi a legrosszabb tulajdonságod? Ha tudod. Nem, mert annyi van. Nem, mondja egyet. Türelmetlenség. Na. Ha a türelmetlenséget megszüntetnéd magadban, akkor az ambíciót is megszüntetnéd. Mert ugye a kettő együtt jár. Az én legrosszabb tulajdonságom, hogy én sértődékeny vagyok. De a sértődékenység megszüntetésén nem dolgozom, elfogadom, mert ha azon dolgozom, az érzékenységemet reszelem lefele. Az érzékenységemből élek, írok, olvasok.
Tehát ezt próbáltam kifejezni. És itt még hozzáfűzöm, hogy a magyar nyelvnek van néhány nagyon nagy furcsasága. Az egyik ez az igen és a nem. Ha külföldieket próbálunk magyarra tanítani, nekem volt ebben részem, akkor ők nem tudják ezt megkülönböztetni. Mert egy angol szász az azt mondja, hogy igen, nem. Ez nagyon hasonlóan hangzik. És ez is az igazamat húzza alá. Mert az igen és a nem az ugyanaz. Ha valamit elutasítunk, nemet mondunk rá, azzal behívjuk. Tehát ha valaki azt mondja a gyerekének, hogy te pedig ne csináld azt, hogy, akkor azzal létrehozza azt a helyzetet, hogy azt akarja csinálni. Mert az olyan, amire nemet mondunk, az olyan izgalmas, az olyan érdekes. Amire azt mondjuk, hogy ezt megcsináld, mondjuk olvas, hogy egy közeli például, akkor nem fog olvasni. Miért is olvasna? Szülő azt mondta, ugye én amikor voltam 14 éves, meg voltam róla győződve, hogy aki 20, az egyszerűen nem normális, és húzza le magát a WC-n. Szóval én ezt próbáltam kifejezni azon részen, amit most te itt idézel. Értem. Kérdés hozzá, mert én még nem akarom, nekem még lesz még ezen kívül, még azokon kívül is lenne valamilyen kérdés önöknek. Tedd fel a következő. Ja, tudom, igen, te húzzál te. Tessék, én a fehéreket fogom kihúzni, most szólok előre. 25. Én kevés olyan értelmes emberrel találkoztam, Miriam Miklós, aki nem írt naplót. Ha nem próbáljátok ki, lemaradtok valamiről. Mert hogy a naplóírás... Igen, hát ez úgy van, hogy igazából azt várjuk az emberiségtől, hogy meditáljon. Aki meditál, azt várjuk? Kik várjuk? Mi Vámos Miklósok azt várjuk az emberiségtől, hogy minden nap hajtson végre egy lélektisztítást, és a lélektisztítás az a meditálás. Ugye a legegyszerűbb definíciója a meditálásnak az, próbáljunk úgy eltölteni egy kicsi időt, hogy nem gondolunk semmire. Ez a meditálás. Na de ki tud nem gondolni semmire? Már az is eredmény az én esetemben, ha csak 2-3 dologra gondolok egyszerre, és akkor még egy negyedik sávon mindig szól valami zene. Szóval én annyira szeretném, hogy legyen itt egy villanykapcsoló a homlokomon, és amikor az írást befejeztem, és akkor ne gondoljak rá. Egyik mert, pillanatra a másikra? Hát igen, és akkor szabad ember lehetnék, mert én mindig dolgozom. Tehát most ugye úgy néz ki, mintha neked válaszolnék, és önöknek osztanám itt az igét, de valójában több minden megy a fejemben. És ez azt jelenti, hogy nem is alszom túl jól, mert éjszaka is folytatódik, és egyébként is a gondolkodás az nem feltétlenül helyén való. Az íráshoz egyébként nem gondolkodás kell. Tehát az írás nem egy tudatos tevékenység, hanem a tudatos és a tudat alatti, állítólag az félrefordítás, az eredeti fogalom tudat melletti, de ez tök mindegy nekünk. Tehát a két, de érdekes, két tevékenység határ mesdjéjén van az írás. Ezt azzal is tudom igazolni, hogy a legjobb ötletek, te csöndbe maradjál itt. A legjobb ötletek nekem borotválkozáskor jutnak eszembe. Az azért van... Mint Agatha Christie-nek mosogatás közben, neked a borotválkozás... Agatha Christie-t nem tudom, de az azért van, mert a borotválkozás az egy picit oda kell figyelni, hogy a saját fejed le ne vágd, és az épp elég ahhoz, hogy ezt a mesdjét, ezt megtaláljuk. Viszont egy tudatos, napi rutin, tehát, hogy... Hát igen, hogy a tudatos és a tudatalatti között legyél, mert az az írás. Másik bizonyíték, hogy én amikor abba hagyom a munkát, és elég hamar abba hagyom. Tehát én 2-2,5 órát tudok írni, slussz. Utána, hát persze vannak más tevékenységeim. De abba hagyom, és próbálok nem gondolni rá, nem sikerül, de törekszem, és akkor a szervezetem tovább dolgozik. Tehát mikor másnap reggel odaülök, egy csomó új dolog úgy van. Pedig nem találtam ki, nem álmodtam meg, csak úgy van. Tehát az anyagom bennem úgy továbbfejlődik. Én ezzel vitatkoznék, hogy nem dolgoztál álmodban. Méghozzá azért vitatkoznék, nem olvastam erről neurológiai kutatást, vagy nem tudom mit. Egyrészt eszembe jutott, hogy volt a szüleimnek egy barátja, egy festő, aki azt mondta, hogy nem tudom, könnyű mondjuk egy nem tudom milyen foglalkozásúnak, nem tudom, buszvezetőnek, az nem dolgozik egész nap, ő állandóan dolgozik, ő lát.
tehát ő állandóan dolgozik, hiszen lát folyamatosan. De hogy az ember idegrendszere nem dolgozik akkor, amikor nem tudatos, amikor hogyha egy verset, bármilyen memoritert tanultunk, vagy tanulunk, az megérik, amikor éppen nem foglalkozol vele. Ez igen, borzasztó nehéz egész nekem. Egész picit félreértett. Tehát úgy értettem, hogy nem álmodom meg a témát, vagy nem emlékszem rá. De az, hogy ne dolgoznék álmomban, hát persze. Csak éppen reggel, amikor odaülök, nem emlékszem, hogy aha, éjjel azt álmodtam, hogy Jancsi ölje meg Juliskát, mert most az úgy jó lesz. Érted? De mégis. Hát bizonyára. Igen. A lényeg tehát csak az, hogy az íráshoz nem a tudatos gondolkodás vezet, és tovább megyek, az íráshoz okosság se kell. Tehát ha valaki okos, menjen egyetemi tanárnak, vagy írjon nagy tanulmányokat a filozófia rejtelmes titkairól. Ennek van egy hátulütője, ez az, hogy tehát, aki nem nagyon okos, az könnyebben lesz író. Könnyebben megugorja azt, hogy író az, aki okosabb írásban, mint a magánéletben. De ezzel nincs mit kezdeni, ez így van. Tehát Thomas Mannnak nagyon nehéz dolga volt, míg Tolstojnak, ha igaz, elég könnyű, mert a Tolstoj egy, valljuk ezt be, hogy egy elég korlátolt, buta öregember volt, csak egy zseniális író, úgy mellesleg. Amikor az a mondás van, hogy félműveltek csinálják a legjobb színházat, akkor abban a mondásban te érzel igazságokat? Na nem, mert én szerintem bárki csinálhat jó színházat, egy seggfej is, meg egy zseni is, és most azt látom a magyar színházban, hogy a legnagyobb zsenik, vagy hogy mondjam ezt, tehát a legnagyobb zseninek kikiáltottak, betliznek, ahogy a mi köreinkben mondják, tehát egymás után hozzák létre az igen rossz előadásokat, amiket mégis érdemes azért megnézni, hiszen egyébként egy rossz könyvet is érdemes elolvasni, abból is vannak tanulságok, meg érdekességek, de tehát ezt nem merném kimondani, meg egyébként is az alkotáshoz nem a műveltség kell, hiszen elég, ha nem vagy elég művelt, szerződtetsz egy dramaturgot, legyen az művelt helyetted, ha nem vagy elég tehetséges, hogy jól fölragd a látványt, akkor egy látványtervezőt, az igazi okosság ahhoz kell, hogy tudd a korlátaidat, és vegyél igénybe segítséget. És ezt egyébként én is így csinálom, tehát amihez nem értek, ott megkérdezek valakit, aki ért hozzá. Ez nagyon sok könyvemben van, hogy kell valaki, néha történész, néha pszichológus, néha tanár, de... Erről írsz is, a háttérről írsz, hogy ebben hát a az inkább egy vicces szöveg. Jó, de hogyha ezt komolyan veszem, a vicces szöveget, mert nem, akkor ezt úgy hát el tudom képzelni. Igen, arra célosz, hogy van egy szöveg ebben. Igen. Ez talán az egyik mondjuk így, hogy sikeresebb szöveg, mert ez angol nyelven elég sok helyen megjelent. És az a címe, hogy háttértudás, és arról szól, hogy mindig azon gondolkoztam, hogy miféle diploma kéne ahhoz, hogy én jobb író legyek. Eleinte úgy éreztem, hogy orvosi. De aztán volt egy kollega, akinek orvosi tudása volt, és hát igazán gyönge író volt, ezért nem mondom a nevét. És így mentem a szakmákon át, aztán pszichológia, aztán a szociálpszichológia, ami máig kedvenc tudományom, és szerencsésen Iliot Aronson, fölteszem, hogy te tudod ki az, ő nekem barátom. Annyira barátom, hogy a Nőklapjában van egy rovatom, X szerint a világ, és hajlandó volt írni a Nőklapjába Iliot Aronson, amire büszke vagyok. Hát és most, ha igaz, még egyszer fog. De mindegy, tehát aztán szociálpszichológiával foglalkoztam. Aztán van nekem egy tanult szakmám, csak ez nem nagyon hangoztatom, hogy én végeredményben egy jogvégzett ember vagyok, tehát lehetnék ügyvéd, ha nem undorodnék az egész jogtól, úgy, ahogy vagy van. Vagy bíró. Hát ügyvéd, bíró, jogtanácsos, bármilyen igen. Jogi pályám. Mindig gondoltam, ha egyszer majd elapad az írókám, ahogy ezt igen. A 60-as években az őrkényék mondták, akkor majd szépen nyitok egy ügyvédi irodát, de hála Isten nem került erre sor. Az, hogy jogi pályára mentél, az a te ötleted volt? Nem. Én jelentkeztem a bölcsészkarra, de köztudottan, vagy általam sokszor elmondottan, politikai jogból nem vettek föl, és mint említettem, sértődékeny vagyok, ahova nem vesznek föl, de nem megyek többet. Jövő évben jelentkeztem a jogi karra, meg azt is hittem, hogy ott a politikai háló talán nem olyan sűrű. Utóbb kidőlt, hogy ez hülyeség. Akkor volt épp egy ilyen súlyosabb cenzurális időszak, mikor a Eltére jelentkeztem, nem vettek föl. Egy év múlva az Eltére is fölvettek volna. De ez mindegy, én mentem a jogi karra. Plusz motivum volt, hogy szegény édesapám, aki épp amikor
fölvettek, még élt, de mire elkezdtem járni, már meghalt, és ő jogász volt végzettségét illetően. Meg aztán a másik motivum volt, hogy az volt a másik egyetem, ahova nem kellett matematika, fizika, kémia, meg ezek, amikhez nekem gőzöm sincs. Én leérettségiztem matematikából ötösre. Ez egy fél mondatban valahogy benne is van a könyv, és akartam is megkérdezni, csak gondolom. Azért, mert én mint egy verset betanultam a tételeket, és én a Thales tételt húztam, ami egy elég hosszú levezetés, és én fölírtam a táblára az egészet, ilyen XY, MZ per X, de ha egyet belekérdeznek, meg kell buknom. Mert hogy mik voltak ezek? De a Kölcsei Jó Gimnázium volt, nem kérdeztek bele. Nem, tudták, a matek tanár nagyon helyesen. Ki volt a matek tanár a Kölcsei? Úgy hívták szegényt, hogy Brányi Rudolf. De csak azért kérdezem, apám is a Kölcsei Berdő, matematikus lett. Hát Brányi Rudolf az egy olyan helyes ember volt, hogy néhány klisét megtanított nekünk. Például ilyen versezeteket, hát az megy nekem. Azt tanította, derékszögű, háromszöget látok, Pitagórász tétele jut eszembe. Ezt úgy megtanultam. Mit tesz Isten? Derékszögű, háromszög volt az írásbeli. Szóval a Brányi Rudolfnak köszönhető, de én egyébként soha nem voltam jó tanuló, csak az érettségi lett kitűnő ilyen isteni szerencsével, és mégse vettek föl a bölcsészkarra. 20 pont volt a maximum, 19 és fél volt nekem, de nem vettek föl. Meg is mondták ott rögtön, kihívott. Volt ilyen, hogy KISZ, nem tudom. Igen. Hát önnek túl fiatalok, hogy erre emlékezzenek, de ült a bizottság, három ember, és ült egy negyedik. Esetünkben egy nagyon csinos fiatal lány, első éves. És az rögtön kijött a folyosóra, és azt mondta, hogy téged sajnos nem vehetünk föl, mert utasítás jött. Mondtam, hát akkor be sem megyek. De, mert akkor lebukom, hogy én mondtam neked. És akkor bementem, és az esélytelenek nyugalmával ott üldögéltem. Nem vettek fel. Mindegy. És a jogi karon 5 évig szívtam. Előtte egy semmit évig... nem élveztél belőle? Előtte egy évig el kellett menni a néphadseregbe, és ehhez képest a jogi kar minden percét élveztem, mert ha kimaradok, újra be kell menni még egy évig. És ez olyan erős nyomaték volt, hogy így végig küzdöttem magam. Egyébként kérdésedre válaszul, Bruce Robert, tehát nagyon élveztem, aki a római jogot tanította, azt mindenki utálja, mert latinul kell megtanulni mindenfélét, ubitu, gaius, ego sum, gaia, stb. De én ezt szerettem. Kicsit beszéltem, vagy azt túlzás, kicsit tanultam latinul úgy magamnak. És ez a Bruce Robi, ez egy annyira édes ember volt, hogy van egy regényem, ami két címen jelent meg, az elég furcsa dolog. Első cím az volt, hogy Utazások erotikában, ki a franc az a Goethe. Ez úgy volt, hogy én ezt a címet adtam, hogy ki a franc az a Goethe. A Bóvó könyvkiadó azt mondta, hogy hosszú, bonyolult, nem szeretjük a németeket, másik cím. És akkor, mivel Beethoven szerepelt benne, odaírtam, hogy Utazások eroikában. Mondott szimfónia szerepel a könyve, és akkor ők meg azt nyomtatták ki, hogy erotikában, amit én nem vettem észre. Tehát a korrektúrában átsiklott rajta a szemem. Tudod, ha tudod, hogy mi van odaírva... És akkor így megjelent, és akkor ezt valahogy nem szerettem. A kritikusok úgy érezték, hogy ez egy pornóregény. Nincs benne több szexuális tevékenység, mint bármely átlagos magyar műben, nincs is nagyon részletezve. De hát az az alapötlet, hogy egy Goethe kutató életében van 10 nő, 3 feleség, 7 egyéb, és mindegyik, tehát ez a szervező elem. És akkor hát mindegyikben van némi kis erotikus dolog, hiszen a házasságokban meg az egyéb beknél szokott úgy lenni. És akkor azt írták, hogy vá, most már jó dolgában pornót ír, mert még többet akar keresni. Ettől úgy, hát nem mondom, hogy nagyon befolyásol engem bármi, de a címtől elvették a kedvemet. Gondoltam, legyen akkor mégis az a ki a franc, az a Goethe, de hát azt már egyszer elhasználtam, mint alcím, azt nem lehet, és akkor kiadtuk újra, kicsit át is írtam, de nem ilyen szemmel, vagy szempontból, és az lett a címe, hogy Jánoska és a Farkas, nagy effel, mert ugye Goethe János Farkas, a költőfélelem magyarul. Na, most ebben a könyvben egy élő figura, a Bruce Robert, legfeljebb a neve nincs ott. Mert én tényleg ismertem őt Németországból, hát akit érdekel, olvassa el, nem a fontos, de nagyon szerettem, nagyon tiszteltem, és ezen a ponton azt még el kell mondani, hogy ő kormányzó gyűrűs volt. A kormányzó gyűrű az egy legnagyobb kitüntetés volt a
Horthy rendszerben. Zárjelbe megjegyzem, hogy ez a mi társadalmunk se a Horthy rendszertől, se a szocializmustól nem tudott megszabadulni. Ez az egyik nagy problémája neki. Na most, kormányzó gyűrűt csak az kapott, aki az általános iskolától végig mindenből ötös volt. Ez volt Bruce Robert. De a szocializmus, tehát amikor én jártam erre a jogi karra a 70-es évek elején, akkor nem volt nagy divat a hortizmus kellékeit. Ő a kormányzó gyűrűt, ami egy nagyon nagy ovális gyűrű volt, soha le nem vette az ujjáról. És akkor szóltak neki, hogy Bruce elvtárs, mondták neki, noha nem volt párttag. Nekem is mindig azt mondták, hogy Vámos elvtárs, noha én sem voltam párttag, sőt a KISZ-ből is kizártak, de hiába. Na, és mondták neki, Bruce elvtárs, ha nem veszi le, soha nem nevezzük ki a római jog tanszék vezetőjének. És erről azt mondta nagyon öblös, mély hangon, hogy akkor nem neveznek. És hordta tovább a kormányzó gyűrű, de 70-es évekre picit már azért úgy lazult a szocializmus, és ezt ő úgy megúszta. De nagyon nagy pedagógus és nagyon nagy ember volt. Nagyon-nagyon szerettem. És itt így, most szerintem ezt így látjuk. Igen. Ez most úgy kiderül. Igen. Nem titkoltam. Is, ez nem. Azt hiszem most húznom kell. Húzz egyet. Igen. Tessék. Remélem nem fogsz haragudni, hogy a fehérekre. Nem. 43. 43. Nem, és egyre gyorsabban lapozok neked, úgyhogy. Megint egy idézet. Ismerek munkaeszköz függő kollégákat. És csak pici zárójelben mondanám, hogy esetleg, ha a színét látod a tintának, amivel a számokat írtam neked. Aha. Hát ő zölddel írta a számokat, mert azt hiszem, akik valamelyest ismernek és szeretnek, azok tudják, hogy én mindig töltőtollal írok zöld tintával, Kosztolányit majmolom, de miért nem majmolnám? Nem rossz az. Na. És a munkaeszközök. Tehát ez úgy van, hogy... Miklós, csak hogy mondjam, igen, mert itt írsz valakiről. Azt mondja, hogy egy már régen elhalt író példán a kokáért úgy vélte, 100 töltőtól kell neki, amelyeket piros Weidlingban tartott, és mindegyikkel csak egy-egy bekezdést írt, és hogy minden este megtöltötte ezeket, mind a 100-at, amivel körülbelül 3-4 órát töltött, hogy név nélkül kicsoda. Név nélkül Berkesi András. Berkesi András volt. És lehet, hogy az, hogy ő író, az túlzott feldicsérés, de hát mégis könyveket írt, és a szocializmusban bestseller szerző abszett volt. Ketten voltak, a Moldova meg ő, meg volt még szegény Szilvási, és még egy most nem jut eszembe, mindegy, aki azt írta, hogy esőisten siratja Mexikót, de most valamiért. Passut. Na, ők négyen voltak az úgynevezett bestsellerírók, de ezek közül a Berkesi párt támogatással volt, tehát most ezt nem fejtem ki. A másik három meg azért, mert olyat írt, amit szeretnek az emberek. Na most, amit szeretnek az emberek, az vagy nagyon jó, vagy nagyon rossz. Furcsa módon mind a kettő lehet. Tehát tudok mondani olyan bestsellerírót a hazában, aki még csak nem is író, de valamiért szeretik, és ezelőtt fejet kell hajtani. Amit szeretnek, az bizonyos szempontból jó. Amit meg nem szeretnek, az bizonyos szempontból rossz. De, mint említettem, a nem használata és az igen használata az egy olyan furcsa, trükkös dolog. Úgyhogy ez a Berkesi volt, de volt furcsább is, például a Szakonyi Karcsi, akit nagyon szerettem. Őrült népszerű író volt most ugye. Egy dolgot tudok elmondani, hogy e hónapban lesz 90 éves. Az önmagában is egy olyan teljesítmény, ugye Görgei Gábor meg már 95, ha jól tudom. 92? Rosszul tudom, mindegy. Tehát ugye az, hogy idáig eléltek épp elmével, gyerekek, ezelőtt fejet kell hajtani. Hiszem, ez teljesítmény. Na, most például a Szakonyi, érdekes, hogy mind a kettő a Dunakanyarban lakott ekkor. Szentendre Papszigetnél lakott Berkesi András, régi házában most egy nagy közért működik, és ugye a határcsárdával szemben a domboldalon meg a Szakonyi, aki egy olyan válós, és akkor épp elvált, és így a vikendházba szorult az új feleséggel. Na most ő például csak olyan szobában volt hajlandó élni, ahol nincs radiátor. Meg volt róla győződve, hogy a radiátor pattogása az őt idegesíti. Az, hogy egyébként kamionok eldöngetnek a Szentendre után, valamiért az nem zavarta. De, tehát mi mind hülyék vagyunk, tudod, garb szerint a világ. Mi mind hülyék vagyunk, mindegy kicsit másképp vagyunk hülyék. De, és mindenki ragaszkodik valamihez. De nekem ilyen jellegű
becsípődésem, vagy ahogy szintén az örkények mondták, sigánom, nem tudom, mit jelent ez, de a rögeszmét így használták. Nekem nincs, tehát én bárhol tudok írni füzetbe, ceruzával, vagy az említett töltőtollal, tudok írni egy kávéházban szintén füzetbe, mert ott azért mégse gépelnék, tudok írni írógéppel, ezzel a hagyományossal, elektromos írógéppel, számítógéppel, mindegy, ha írni akarok, írni fogok. Tehát nem fog engem visszatartani, az se, hogy esetleg zaj van, és ennek a hátoldala, árnyoldala az, hogy bejön egy családtag, és azt mondja, mondjuk, hogy apu, abababa, és én nem hallom, hogy ő mit beszél. Pedig úgy nézek ki, mintha élnék. Tehát ott ülök. De hát a saját szépen buborékodban vagy. Vagy igen, a saját... én nem hallom, ha valaki beszél hozzám. Na most bizonyos családtagok ezen megsértődnek, mert azt hiszik, hogy szándékosan csinálom. Pedig higgyétek el, nem. Hát ha most itt elkezdenék, de olvasással is tudom ezt. Ha itt elkezdenék olvasni, és egy kicsit is jó, hozzám beszélhetne bárki. Akkor én nem vagyok ott. Tehát ez ott egy nagy kegyelem is, nem? Hát ez egy ez iszonyú egy kegyelmi nagy állapot. Igen. Nem tudom, biztos, hogy most ilyen divat azt mondom, hogy flow-ban vagyok, vagy nem tudom, ez a, kérdezték tőlem, hogy hol szeretek lenni. Mondom, hogy a flow-ban. Hát úgy, hogy ne hát is tudjam, hogy hol vagyok. Hogy ne is, és ez teljesen független attól a földrajzi helyszíntől, ahol éppen vagyok, hanem... De ha már a számítógép... Ugye magamban szeretek lenni. Hát, na, de ha már a számítógép... A számítógép, hogy gondolom önök tudják, vagy ha nem tudják, de olyan pontosan biztos nem, ahogy ez itt le van írva, hogy ahhoz, hogy a printeljen a Commodore 64 ékezetes betűket, ahhoz mit kellett kitalálni? Hát mert ugye, hogy te nem vagy jó matekból, na ne szórakozz velem. Hát ahhoz biztos, hogy kellett valami matek tudás, dehogy, hogy az dehogy. Nem. Hát ez egy úgy jó, volt, feltaláló volt. Ez úgy volt, hogy volt egy, tehát van is egy lányom. Igen. És mikor kicsi volt, ez nagyon régen volt, járt az általános iskolában. És bizonyos osztálytárs szülőkkel úgy jóba lesz az ember felületesen. Az egyikük ott lakott a Szent István Parkban tőlünk 100 lépésre, ezért úgy összejártunk. Kiderült, hogy ő egy mérnök, és elkezdett számítógéppel vacakolni. De itt nem lehetett kapni számítógépet, mert a kokom lista, szintén ezt csak ősöreg emberek tudják, nem lehetett a szocialista országba behozni nyugatról igazi számítógépet, mert hát ha atomfegyvert buzerálunk vele, vagy buherálunk, bocsánat. És akkor erre a magyar mérnökök mégis valamit próbáltak, és volt ez a Commodore 64, ez egy gyerekjáték volt, gyerekek használták. De nálunk az egész ország számítógépként azt használta, és ez is ott ült, és egy Junos televízió állt az íróasztalán, azt használta a monitornak, és ott tanult. És azt a nézd, Miklós, ezzel lehet írni. Oda néztem a képernyőn, nem volt ékezetes betű. Mondom, hát az nem jó, kell ékezetes betű. Na jó, akkor egy hónap múlva jött, hogy megdizájnoltuk a szoftvert, ott vannak az ékezetes betűk. Mondom, hát akkor nyomtasd ki. Ja, kinyomtatni az ékezetest nem tudja a printer. Hát akkor nem érdekel. Szóval jó, ha nagyon akarod, megtanítunk egy printert, de te is kell lesz hozzá. Jó, Seikosa 605 volt, mindegy, márkanév. Hogyha a televízió volnánk, nem is volna szabad mondani, bár szerintem már nem létezik olyan. És akkor azt, hogy szétszették, 4 csavar, és kivettek belőle egy alkatrészt, amit ők százlábúnak neveztek, de EPROM a hiteles neve, abban volt az esze a printernek. Azt, hogy kivették, mellé tették. Az esze, igen. Abban volt benne, hogy ő mit nyomtasson, mit csináljon. Értem. És akkor nekem négyzethálós papírokat, amit én kockásnak szoktam hívni, adtak, és mutatták, hogy 9 négyzet van, és 9x9-es négyzetben lehet egy betű. Mert a 9 tű, hát ezt lehet érteni, időnként igen, lecsap. És akkor én tervezzem meg, mert ugye az volt a probléma, hogy rendesen a nagy, vagy a nagy betű nem fért be rendesen, vagy az ilyen G, vagy az a lelógók. És akkor én próbáltam valami egészséges átmenetet teremteni, meg is csináltam. 2 hétig rajzolgattam ezeket a betűket, akkor odaadtam, akkor ők újabb 2 hét alatt ezt valahogy beletették egy másik EPROM-ba, és azt betették ennek a helyére. Tehát mint a villanykörtecsere, olyan. Mondtam, nagyszerű. És akkor mondta egy másik mérnök, a hardveres, hogy ő ezt most árulni fogja. Abban a boltban Novotrade-nek hívták a vállalatot, ahol a printert árulják, és a printer volt, mit tudom, 20 000 forint, ez meg 1000. És hogy ő odaadja a felét. Mondtam, azt köszönöm, kérem, egy ilyen EPROM-ot kérek szépen.
mert printerem már volt. És akkor kicseréltük, kész. És ő egy komoly üzletet csinált belőle, de én nem vagyok irigy típus. Én csak azt akartam, hogy nekem legyen. Most jön a csattanó. Írtam boldogan, aki írt valaha a számítógépen, tudja, hogy mennyivel könnyebb. Nem csak, hogy könnyebb, olyan dolgokat lehet, amit írógépen nem. És akkor nagyon jól használtam, és mentem az élet és irodalom, és vittem a kis kiprintelt kéziratomat, akkor még úgy ment ez, hogy a kézirat papír oldalán ilyen lukacsos rész volt, mert úgy továbbították valamilyen kerekek, azt le lehetett tépni, ezt a csíkot. Na, és akkor vittem szépen, és hívott a főszerkesztő, úgy hívták, hogy Jovánovics Miklós, később magvető igazgató volt, még később munkanélküli kiközösített. Anyway, hivatott, és azt mondta, a nyomda nem fogadja ezt el. Miért? Azt mondják a nyomdászok, hogy nehéz elolvasni. Mondom neki, de a kézzel írt, leadott kéziratot, azt könnyű? Mondta, hát nem tett róla, ez van. Mondom, hát akkor mi legyen? Hát ő nem tudja. Akkor bevittem ezeket az én printjeimet, és egy gépírónő átgépelte, sok sajtóhibával, azt küldték a nyomdába. Ez Magyarország. Itt ugye a modernizálás sose jutott el azért oda, ahova kellett volna. De ezt nem panaszkép mondom, csak kérdezed. És akkor az jött, hogy az összes író és újságíró kollega, aki szeretett volna ilyen Commodore 64-en dolgozni, meg jött hozzám a lakásra, hogy tanítsam meg őket. És én egy jó szívű ember vagyok, tanítottam is őket, de egy ponton túl nem tudtam ellátni őket. Akkor írtam egy kis fájlt, amiben leírtam, hogy hogy kell ezt csinálni. Különösen azt az első tanácsot edzett. Hát igen, az első tanács az volt, hogy légy nyugodt, a számítógépet nem lehet elrontani. Akármit csinálsz, ő neki lesz igaza. Úgyhogy. De például a Konrád Gyuri, az nagyon nehezen tanulta meg. Tehát néha éjfélkor csöngött a telefon, hogy elromlott az egész, mert inverse-be nyomtat. Ez azt jelenti, hogy egy fekete csíkot nyomtat, és kimaradnak a betűk. Ha Gyuri, akkor a monitoron keres egy ilyen kis jelet, leírtam neki, hogy miért, és azt törölt ki. És akkor úgy beszélt velem attól kezdve, mint a nagy fehér varázslóval. Én ezt így telefonom. De őneki jó anyagi körülményei voltak, ugye külföldön sok ösztöndíj, megjelentek könyvei. Úgyhogy megvette ő nem Junostyon igazi monitoron, de ott állt egy gömbfejes írógép a hosszú asztalán a végén. És fölmentem, és mondom, Gyuri, az írógép minek? Hát mikor kész vagyok, megírom többször, akkor legépelem. Mondom, de ne őrülj meg, nem kell legépelni. Ha azt az írásképet szereted, van egy kábel, azt lehet használni printernek. Nem ő szeret gépelni. Mondta ő, Isten nyugosztalja. Te meg azt mondod a könyvedben, és nem várom meg, hogy kihúzd annak a számát, hogy igazából olvasni az ember a saját írását nem monitoron olvassa. Monitoron hát, ha van egész esze. Más. Hát ha van esze. Mert hogy? A monitor mindent olyan szépé csinál. Tehát minden betű egyenletes. Ugye, amíg írógépeltünk, az elég ronda volt. Aki de természetesebb. Nem tudott, hát aki nem tudott gépelni, az rendszerint úgy ütötte le, hogy az O betűnek a közepe kiesett, ott maradt egy luk. Néha nagyobb betűk kiszakították a papírt, szóval zavaros volt. De emberibb. Viszont a monitor, az csodálat. Tehát minden, olyan klasszul néz ki a szöveg. De attól az még nem jó. Ezért én azt szoktam csinálni, amikor kész, kinyomtatom, ott hagyom. És például Rómában voltam 10 napig, és szabad óráimban van egy új munkám, amiről még úgy nem beszélnék, és szabad óráimban szépen elolvastam itt-ott kávéházban, mit tudom én, egy palota kertjében lefeküdtem a fűre, és ott, és akkor így ceruzával szépen átjöttem. Más az arca. És akkor be kell vinni a hibákat, újra kiprintelni, megint elolvasni. De ezzel most nem mutatlak, csak a lényeg az, hogy mindenképpen kinyomtatva kell javítani. A monitoron nem szabad. Ráadásul a monitoron egy csomó mindent úgy nem veszünk észre. Ugye átsik nyomtatásba se, de vannak a nagyszerű könnyebb szerkesztők, majd azok aztán. Igen. Monitoron könnyebb nem észrevenni szerintem. Igen. A hibákat olyan. Úgy ki van glancolva, hogy így magyarul. Persze.
Ez így van. Nem hiszem, és azzal igazolnám ezt, hogy ugye a fiatalok, ami a korosztályos, az az, hogy ők már ékezetes betűket se használnak. Őket egy csöppet se izgatta volna, hogy a Commodore milyen. Na, nem kell az. Ez korosztályos, de ez nem változtat azon, hogyha egy 20 éves akar kötni egy szerződést élete első lakására, és nem olvassa el kinyomtatva, nagy bajba kerül. Mellesleg nem is lehet. Tehát azért például a jog nem fogadja el, hogy ne legyen egy papír, amire az ügyvéd a kis dombor pecsétjét elhelyezi. Ilyen értelemben szerintem nem korosztályos, hanem ez egy tapasztalat. Tehát én is sokszor ilyen rövidebb dolgokat, van egy blogom, írok ilyen egyoldalas kis szövegeket, megesik, hogy ne azt lusta vagyok kinyomtatni. És akkor látom, mikor bekerül a szerkesztőségbe, hogy hány hibát, elütést találnak. Tehát ez, aki komolyan veszi a saját szövegét, az kinyomtatja akárhány éves, szerintem. Az más kérdés, hogy egy fiatalember nem biztos, hogy ilyen józan, meg esetleg alig vannak otthon printerek. Tehát ez egy sajnálatos. Jó tette. Tehát akkor bocsánat, hogy belevágok a szavába, tehát önmaga volt a legjobb olvasója. Hát ha abba hagyja, nagy bajba van, de kezdjen meditálni. Tehát dönts el, hát akkor jó, azt. De szerintem előbb-utóbb rá fog fanyolni, és újra naplót ír. De nem lehet dolgokat kitörölni. Tehát ha valamit egyszer megírt, így, kieresztette a tintával az agyából és a lelkéből, akkor az már kim van. Már úgy értem, hogy önből kint van. Bizonyos terheket letett a papírra. Hiába tépte össze. A naplót is hiába törölte ki. Egyébként ugye Kasperskyék tudnának önön segíteni, ha megkeresné ezt a Winchestert. De ez nem fontos. Tehát én nem azt akarom, hogy mindenki író legyen, hanem azt akarom, hogy mindenkinek a lelke lelki takarítást egy kicsit működjék. De pont Miklós írja, nem tudom akkor, hogy olvasta, hogy amikor megír valamit, és utána töröl belőle egy részt, valahogy, ha jól értem, tehát hogy az idegrendszeredben ott marad az a rész, hiába törölted. Ott. Sőt, tovább megyek. Vegyünk egy tetszőleges kéziratot, tegyük föl, hogy kiadta volna a naplóját. De kiadás előtt egy fejezetet kihúzott volna belőle. Az nem csak önben maradott, hanem aki elolvassa, az is valahogy érezni fogja, hogy ott valami volt. Igen. Ez egy ilyen dolog. Ne kérdezze tőlem a racionális magyarázatát, amiről beszélünk, nem racionális dolog. Tehát mondjuk azt, hogy Isten van vagy nincs, azt amikor fizikusok megpróbálják észérvekkel megmondani, akkor teljes tévúton vannak. Isten létét nem lehet racionálisan magyarázni, és a racionális dolgokat meg nem lehet ilyen transzcendensen. Kérlek egy következő számot. Kérlek szépen. Ez ugye érdekes, ha ezt húzzuk. Nekünk magyaroknak bizonyos számok, megmondom melyek. 19, 45, 56, 68, 90. Ezt így leírjuk egymás alá, ez történetünk. Na parancsolj!
a névadás nehézségéről, meg a következményeiről beszélsz egyik részen, és bár több helyen ez kiderül ebbe a könyve, de itt kezded el azt fejtegetni, hogyha te szociálpszichológus lennél, akkor milyen kísérletet végeznél, és mivel ez több helyen is felmerül a könyvben, engem az érdekel, hogy milyen kísérleteket terveztél. Erről viszont nem írsz, csak azt, hogy ó, te terveztél szociálpszichológiai kísérleteket, csak egyről írsz. Kapcsolatom a szociálpszichológiával az említett Eliot Aronson miatt van, mert ő vele Amerikában találkoztam. Egyik fia oda járt a Yale-re, ahol én akkor éppen ilyen professzori státuszban voltam, és akkor átjött, mert ő maga a nyugati parton élt, már akkor is és azóta is egy Santa Cruz nevű Kalifornia legdéli része. Mindegy. És átjött a fiát meglátogatni, én meg a Kepes révén ismertem őt, mert a Kepes több interjút készített vele Magyarországon, ugyanis a felesége Vera, aki gyerekkorban került ki, de magyar származék, és akkor valami konferenciára elhívták. Annyira megszerettem, mintha az egyik könyvét én fordítottam magyarra. Én azt a címet adtam, hogy a rábeszélőgép. Az eredeti cím The Age of Propaganda. Ez magyarul nem jó, mert propaganda szó nálunk teljesen mást jelente, igen. De angolul nem. Tehát angolul egy olyasmi szó, mint mondjuk a reklám, ami negatív és pozitív, és mit tudom. És az az alcíme, hogy élni és visszaélni a meggyőzés eszközeivel. Na, szóval a kérdésem az volt, hogy milyen kísérleteket mondom neked, terveztél. A társas lény volt a meghatározó olvasmányélményem, és abban néhány kísérlet nagyon szöget ütött a fejembe, mert az én szakmámmal kapcsolatos. Egy rádióstúdiószerű helyszínen vagyunk, és ez a Stanford Egyetemen történt, ahol a híres börtönkísérlet is, és négyes diákcsapatokat engednek be a technikai helyiségbe, ami egy üveggel van elválasztva ugye a stúdiótól, de itt szándékosan olyan volt az üveg, hogy minden áthallatszik. Bent ült egy professzornak kinéző egyén, és mögötte egy nálunk fekete tábla lenne, de az Amerikában zöld. Tehát iskolai tábla lógott a falon, és akkor beterelték az első négyet. Amit nem tudottak a kísérleti alanyok, hogy minden négyesből csak az utolsó volt kísérleti alany, az első hárommal összebeszéltek. Akkor beküldték őket, behívta az elsőt, a professzor, az elsőt, akivel összebeszélt, és mondta, kérem, nagyon egyszerű a feladat, nézzen oda, ott van három vonal, egy rövid, egy közepes, meg egy hosszú. Kérem, egy számmal jelölje meg a rövidet egyessel, a közepest kettessel, hosszút hármassal. Erre megbeszélés szerint az illető bejelölte a rövidet egyessel, de a leghosszabbat jelölte kettessel és a közepest hármassal. Akkor a kísérleti nyúl azt mondta, hát ez hülye. Hát azt mindenki látja, hogy bement a második, az is ezt csinálta. Közben a professzor letörölte. Bejött a harmadik, az is ezt csinálta. Ezek után bementek a negyedikek, a megfigyelt alanyok, és 57%-a rossz megoldást utánozta. Na most ez engem nagyon levett a lábamról, és úgy elgondolkoztam, hogy vajon én is ilyen hülye volnék? És azt a választ adom, hogy igen. Másik kísérlet, hogy a Stanfordi egyetemisták egy csapatának valaki felolvasott egy verset, mondván, hogy azt ő írta. De ez egy kevéssé ismert Gregory Corso vers volt. Kialakult a vita, diákok nagyon leszólták, így szar, úgy szar, stb. Ugyanaznap délután egy másik diákcsoport, ugyanolyan összetevők voltak jellemzőek, tehát mint itt a közvéleménykutatásnál. Tehát ugyanannyi volt a nyugati parti, keleti parti. Na, a másik diákcsoportban megint felolvasták a verset, de azt mondták, hogy Gregory Corso írta. Határozottan tetszett mindenkinek. Na most ez számomra megrendítő, mert én mindig abból indultam ki, hogyha név nélkül elolvasnánk egy írásomat, akkor azért az hátha ugyanaz, és nagyon sokat készültem erre, hogy egyszer ezt a poént elsütöm, míg nem Esterházy Péter, akit igazán szerettem, függetlenül attól, hogy az ő írásművészete áll a legtávolabb attól, amit én szeretek vagy csinálok, de attól én még szerethetem. Tehát az ember nem saját magát akarja ugye olvasni. Ő előállt ezzel a 17 hattyúk című, amit egy képzelt munkáslány nevében. Én az elsőnél mondtam az Élet és Irodalomban akkori feleségemnek, hogy Péter hülyeskedik, mert a stílust úgy megismertem, de
úgy éreztem, ha ő ezt a poént elsütötte, akkor már utána nem lehet. Na de mégis, ilyesmi kísérleteket szerettem volna végezni, amivel hát én legszívesebben olyan kísérletet végeztem volna, hogy az ország 10 vezető kritikusát, ha egyáltalán van annyi, akkor, mikor ezt gondoltam, még volt, összehívnám, és ugyanígy kvázi beugratnám őket, hogy ráébresszem őket, hogy milyen mérhetetlenül elfogultak. Nem akarnám ezt így kiélezni, de azt hiszem mindenki érti, hogy mire gondolok. Persze. Tehát ezt azért jól be lehet bizonyítani, hogy a magyar közélet egyébként is sznobikus és klánikus. És a magyar irodalom főszereplői, benne engem is, olyanok vagyunk, mint egy nomád törzs. Ez azt jelenti, hogy azt, hogy merre megyünk, azt tudjuk anélkül valaki megmondaná, és azt is jelenti, hogy még meg se jelent egy könyv, már mindenki tudja, hogy az milyen. Ehhez az az unalmas olvasás Magyarországon nem szükséges. Az unalmas olvasás az ugye a Umberto Eco kifejezése. Nem. Kezdjük ott, hogy Amerikában nincs irodalmi közösség, mert hiszen itt az irodalmi közösség 6 utcában lakik itt Budapesten. Ott meg ugye, hát egy New Yorki, először is kezdjük ott, hogy Amerika ugye sok államból áll, és minden államnak vannak saját írói, akik nagyon híresek ott, de a szomszéd államban a kutya se tudja, hogy ki. Nekem volt egy barátom, Dan Ort. Ő egy, hát ők úgy mondták, hogy Connecticut, de mi Connecticutnak szoktuk. Tehát egy ottani író volt, teljes népszerűséggel, de már Virginiában nem tudták ezt a nevet. Mert hát ez egy akkora ország, vagy a texasi írók, ugye ez majdnem Európa lakosságával vetekszik, a Texas meg a Kalifornia azok a legnagyobbak. Ott az nekik elég. És vannak ezek a világhírű, vagy legalább Amerika hírű írók, és nem is igen járnak össze. Vannak kivételesen barátságok, mint az én egyik kedvencem, egy John Irwin nevű író. Ő írta a Garb szerint a világ című könyvét. Legjobb könyve sose jelent meg magyarul, az a címe, hogy The Hotel New Hampshire. De mindegy, hát sajnos nagyon sok minden nem jelent meg magyarul a Látszat dacára. Na, és ezek ketten barátkoznak, tak, mert ugye meghalt már. Ja, nem mondtam a másikat, hogy az volt Vonnegut, elnézést. Azt meg ugye Vanigatnak ejtik ők, de ez is mindegy. Tehát ők nagyon jóba voltak, pedig hát ez két tökéletesen különböző író, különböző irányokkal, témákkal. De általában két amerikai író nem ismeri egymást. Tehát amikor én... Hát jóba voltak, de nem jártak össze. Tehát elég messze laktak egymástól. És emlékszem, hogy egyszer Arthur Millernél ültünk, tünk, és hát ő járt a Yale-re előadni, és aztán összebarátkoztunk. Annyira nem, hogy a nevem megjegyezte volna, tehát ha találkoztunk, mindig azt mondta, Hungarian playwright, mert a drámaírókat mondtam, já. Na mindegy. És egyszer említettem neki, hogy Joseph Hellerrel voltam egy társaságban. Szóval, te ismered? Mire én? Te nem. Tehát az amerikai írók nem tartják ezt fontosnak, hogy egymással ott bratyizzanak. Ezt a magyar írók tartják fontosnak, főleg, hogy ilyen kis klikkeket alkossanak, és minden kiadó írói főleg egy klikket alkotnak, és ami még szomorúbb, ahogy a nyugat idejében voltak a nyugat feleségek, akikről a Kosztolányi Dezsőné vérbe mártott tollal írt portrékat. Most is van egy ilyen feleségi kör, akikre ez nagyon jellemző, hogy elmennek egy színi bemutatóra, még föl se ment a függöny, de megbeszélik, hogy milyen volt a darab. És azt hiszik, hogy ez valamit számít. Pedig hát még az se számít, hogyha megnézzünk egy darabot, és azt mondjuk, hogy az jó volt. Mert lehet, hogy eltelik 3 év, és valahogy nem is emlékszünk egy betűre, és fordítva. Van, hogy elolvasunk valamit, úgy érezzük, hogy hú, hát nem tudom. És telnek az évek, és egyre jobban úgy kivirágzik bennünk. Ez egy ilyen fura dolog, és az irodalmi dicsőség az mégiscsak úgy a halál utáni dolog. Igen, majd meglátod. Jó. Majd meghalok neked, és meglátod. Nem szeretném meglátni. Okay. Nem, de még ami az amerikai íróknál, ami nekem többször feltűnt a te könyvedben itt, hogy azt mondod, hogy Hemingway-t már nem szeretik. Mert? Mert a Hemingway, ő volt az első úgynevezett sztáríró, ha nem számítjuk Mark Twain-t. Mark Twain, kérem szépen, beutazta az egyesült. Mert aforizmáit még talán szeretik, nem? Azt nem tudom, de beutazta az Egyesült Államokat, és ekkora kocsmákban,
úgymond, hogy föllépett, az azt jelenti, hogy kiült egy íróasztalhoz, és ott írt. És $5 lehetett nézni. Tehát mondjuk, ha őt nem számítjuk, de akkor még nem volt tévé. Tehát a modern idők első sztárírója volt a Hemingway, aki egyszerűen a figurájával, a megjelenésével olyan volt, mint egy popsztár. Eleve marha jól nézett ki, valljuk be, hatalmas test. Hát jó pasi egy volt. Nagyon jó pasi volt. Na most ő azt az életideált hirdette, hogy csak férfiak léteznek, a nő az egy olyan fogyóeszköz. Tehát a könyveiben csereszabatosan vannak a nők, mindig ott nyafognak, ahelyett, hogy a dugásra végre rátérnénk, és ezt a férfi ilyen rezzenéstelen arccal tűri, mert egy férfi nem is panaszkodik. És ilyen az ő életszemlélete. Na de ez most ugye Me Too, meg minden végleg kiment a divatból. Tehát az ő macsóságát a mai irodalmárok, kritikusok és olvasók már nem veszik be. Én meg úgy vagyok ezzel, hogy mindent a saját korában kell értékelni. Ha az Odüsszeiát mai elvek szerint végignézzük, akkor az Odüsszeusz egy brutális gyilkos. Ugye mindenkit tönkretesz, egyeseket megvakít, de ezt nem lehet. Akkor más volt, és ez a nagy görög demokrácia, amit mi annyira szeretünk, azért ott a nők nem számítottak. Hát de egyáltalán nem. És hát ne felejtsük el a rabszolgákat. Szóval ez egy ilyen furcsa, bonyolult dolog. Minden művet valahogy a korszakából kell megítélni. És a Hemingway nagyon sok mindent kitalált, és nagyon sok mindent megtanított utána jövő íróknak. Jéghegy elmélete ma is érvényes. Hogyha írunk, akkor a témánkból csak egy pici bukkanhat, mint a jéghegy csúcsa ki. A többit azt tegye hozzá az olvasó így, úgy, amúgy. Ugye ezt hosszan tudnám mondani, mert én nagyon szeretem Hemingway-t. Ez kiderült számomra. De mégiscsak így valahogy kiment a divatból, de van egy jó hír. Mindenki, aki kimegy a divatból, de jó, az előbb-utóbb visszamegy. Úgyhogy te csak várj, míg fel kell majd a nap, hogy a híres költemény. Sorait idézem. Még lenne sok húznivaló. Azt hiszem, hogy majd talán megkérjük, hogy legyen második rész. Én búcsúzóul egy kérdést hagy kérdezzek. Parancsolj. Sokszor van, számomra legalábbis sokszor föltűnt, hogy olyan konyhai dolgokat mondasz. Félretesszük az írást, amíg kihűl. Ja, ugye a hasonlat konyhai? Hasonlatok, bizony. Nem tudom, most írtam, ez jutott eszembe, de több ilyen van. És én nem tudom, te szeretsz enni, főzöl? Hogy mi a gasztronómia? Hát kezdjük ott, hogy enni szeretek. Igen, főzni kénytelen vagyok, mert két kamasz fiú él a háztartásomban, és hát ott ugye... Utolsó kérdek, beszélgessünk egy picit erről. Akkor mit főzöl? Hát ehhez még azért hozzá szeretném tenni, hogy a főzés szerepe az irodalomban igen magas. Nemrég olvastam egy tanulmányt, angolul, amelyik arról szól, hogy az amerikai irodalomban miféleképpen vannak receptek. És négy variációt különböztet meg ez a tanulmányíró, nagyon okosan. Az egyik, hogy recept csak azért van, hogy mutassa, hogy esznek. Ez a legtöbb. Akkor van, hogy recept azért van, hogy gusztust keltsen hozzá, de nem írja le, hogy ízlik-e a főhősnek. Akkor van a negyedik változat, ahol leírja, hogy ízlik-e a főhősnek, nem harmadik, és a negyedik változat, mint a Dragomán Gyuri, hogy meg is mondja, hogy kell azt csinálni. Most én szerintem ideje volna egy ilyen tanulmánynak a magyar irodalomban, de ami az én főzésemet illeti, az két csatornából ered. Az egyik, hogy szegény édesanyám egyáltalán nem tud főzni. De annyira nem tudott főzni, hogy egy példával illusztráljam, hogy amikor először vendégségben osztálytársamnál tejbe gríztettem, akkor mondtam a háziasszonynak, és a gombócok nincsenek? Mert azok a jó csomók. Azok a jó csomók. Szocializálva, hogy egy tejbegrízben van egy kis gombócok. Én úgyis szerettem. És aztán hát, vagy mit előfordult, hogy darát használt, rántott húst készített, és darát használt zsemlemorzsa helyett, attól ilyen lesz. Hát tehát, igen. Na mindegy, tehát mivel anyám nem tudott főzni, ezért nagyon hamar meg kellett tanulnom, ha akartam valamit enni. De sokáig a szocializmus az ilyen kotyvasztás volt, nem voltak alapanyagok. És én kétszer próbáltam elhagyni ezt a derék Magyarországot. Egyszer Franciaországban gondoltam letelepedni, de nem sikerült. Akkor az olyan, és akkor ott, vagy hány éves? Akkor voltam 27. Igen. De már nős voltam, kislány apja, és azokat nem engedték ki, mindegy. Igen. És hát Franciaországban nem lehet nem főzni. Tehát mikor először bementem egy sajtboltba, tehát nem mesélném tovább, ismerik a De Gaulle híres mondását.
milyen nehéz kormányozni az országot, hanem 356 féle sajtó, mindegy. És az összes alapanyag, vagy nem tudom, az Egyesült Államokban, amikor először jártam, ez volt Washington város, bementem egy boltba, úgy nézett ki, mint egy templom, de egy ilyen hall bolt volt, és két oldalt hatalmas akváriumok voltak ilyen márványtalapzaton. És fölfigyeltem rá, hogy így az egy sorban lévő két-két akváriumban ugyanolyan halak vannak. Ponty, ponty. Itt tudom én, milyen ragadozó. Ilyen sügér, olyan. És oda mentem, ott egy nő úgy takarított, hogy tessék mondani, miért vannak ugyanolyan halak, hogy rám nézett. Atlanti óceán, csendes óceán. Na, most ha ilyet lát az ember, akkor hirtelen kíváncsi, hogy vegyünk két kecsegét, egyet innen, egyet onnan, nézzük meg. És akkor ezt. Így elkezdtem főzni, és mai napig azonban én fejből főzök. Tehát engem ezek a receptek nem érdekelnek. A hölgyek ezt mélyen ellenzik. Nekik is igazuk van, de nekem is igazam van. Mert nekem van egy elképzelésem, hogy miféle dolgot fog főzni, és az ételeimet kísérletnek nevezem szerényen, mert sose lehet tudni. Ami beválik, azt aztán újra is. Vannak specialitásaim, és akkor ezeket úgy szoktam főzni néha. Szerint rákérdeznék a specialitásokra, de... Hát egyet elmondok, jó. És aztán mehetünk, mert van, akinek megy a busza. Jó, tehát na. Egyet mondja. Tehát egyszer kitaláltam egy olyan ételt, amit szicíliai hideg tésztás csirkének neveztem el. Gyönyörű. Igen. De ennek se Szicíliához nincs köze, se semmi. Kell készíteni sült csirkét. Igénytelenebbek grill csirkével is megoldhatják. Az a lényeg, hogy a csirkét kézzel ilyen foszlányokra szét kell tépni, cafatokra. És akkor kell készíteni tésztát, az nagyon nem árt, hogy olasz legyen. Legjobb a rigatoni nevű, ez a vastag, aminek a belét el nem tudom képzelni, hogy hogy tolják ki a tésztagyárba, ez mindegy. És azt meg kell főzni ügyesen, mindenféle fűszerrel, ami egy tésztához jár. Ugye a bazilikum a legfontosabb ezek közül. És akkor kész a tészta, és akkor bele kell keverni tejfölt, de úgy, hogy a tejfölbe egy tojás sárgáját is bele kell keverni, erről hogy olyan sárga. Szicíliák szegények nem is tudják. Tehát a tejfölt nem ismerik. Igen. El kell keverni, és akkor bele kell ömleszteni ezeket a csirkéket, megint elkeverni, és ez hideg. Tehát ha a tészta meleg, meg kell várni, míg kihűl. És így hidegen kell rá egy kis olívaolaj, és kész. És ezt nagyon szokták imádni. Én azért dolgoztam ki, mert egy IBS nevű helyen voltam kicsit színigazgató, és az a hülye ötletem támadt nyáron, hogy a színház munkatársai mindig más főzzön, jöjjön a közönség, szabadtéri előadás, és utána a mi főztünket meg lehet enni. És ez a nagyon nagy siker volt, de egyszer csak rám került a sor. És ugye más az, hogy főzünk négynek, hát nagyon. És más az, hogy itt százak voltak. Nagyon, igen. De volt egy szakács ott, aki jött, és ebben segített. És akkor hát ezt úgy megették, hogy semmi nem maradt, még az este későbbi részében még főztünk hozzá egy kicsikét, de ahhoz már csak egy el kellett menni a közeli közöttbe, és néhány grill csirkét, mert már nem volt idő. Igen. De úgyis jó volt. Tehát ez a szibériai tejfölös hideg csirke, ezt tudom ajánlani, főleg szicíliai. Hát a hideg, miatt gondoltam, de én szicíliainak neveztem, hát az van elegánsabb dolog. De én szoktam ilyet csinálni, sajnálom. Én nagyon szépen köszönöm a receptet. Én még jobban köszönöm ezt a könyvet. Nagyon nagy élmény volt, mutatom a saját példányomat. Majd én erre még visszatérnék, erre a sok-sok posztit papírra. Jó, majd megbeszéljük a kávéházban. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen a figyelmet.